Ezen a héten olyan recepteket dolgoztunk ki önök számára Tamással, amikkel akár egy 4 fős család is jól lakik, és még 1000 forintba sem kerülnek. Az én ételem, ez egy sült csirke rizibizi piláfal, ez egy teljesen klasszikus fogás lesz, de fogják látni, hogy a tálalásban is egy-két dologban lesz egy kis csavar, amitől mégis különleges lesz. Az egyik csavar, ami mind a kettő ételben majd megjelenik, az a fűszerezés. Ehhez a csirkéhez készítek először is egy különlegesebb fűszerkeveréket, piros paprikából, örölt korianderből, illetve egy csipet fahéjból. Ezt összekeverjük. Tehát só, bors, egy pici olaj, és akkor jöhet rá ez a jó kis illatos, különleges fűszerkeverék. Másik oldal. És ehhez is nyugodtan egy kicsit úgy rá is masszírozhatjuk, dörzsöljük be, hogy jól egyenletesen mindenhol ugye a bőrét is érje. És mehet is a sütőbe, olyan 190-200 fokon, 1 óra alatt sütöm meg, jó szaftos puha maradjon, és akkor fogjuk majd leszedegetni a csontjáról. Már is mutatom a köretet, ami valójában egy rizibizi, tehát zöldborsóval kevelt rizs, de lesz benne egy-két csavar, és az elkészítés technológiája egy picikét különlegesebb lesz. Rizs természetesen 25 deka, aminek az első 0. lépése, hogy nagyon-nagyon alaposan át kell öblíteni. Az a cél, hogy a keményítőt teljesen leöblítsük róla, mert ha nem tesszük, akkor áll össze a rizs, akkor ragacsos lesz. Úgyhogy ez az egyik különlegesség. A másik pedig, hogy a közel-keleti fűszerek és ízek által ihletett ízesítést kap. Amikor felolvadt a vaj, akkor jöhet hozzá a köri és a kurkuma. Ezt egy picit átfuttatjuk rajta, és akkor jöhet rá a rizs. Picit ezzel is átforgatjuk. És a rizsnél én mindig úgy szoktam kalkulálni, hogy 2:1 arányban a főzővíz, tehát mondjuk körülbelül 25 dek a rizshez, egy olyan 0,5 liter víz, jöhet hozzá egy kevés só, és körülbelül ilyenkor 15 percig főzzük. A főzési idő vége előtt belekerült a zöld borsó, ugye annak tényleg csak néhány perc kell, illetve egy kevés ilyen pirított, ropogós hagyma, ugye ezt készen lehet kapni. Ez is nagyszerű ízt ad neki. Na, jövök vissza és mutatom, ugye ezt már kivettem közben, a csirke az gyönyörűen megsült. Ez egy tépet csirke lesz, ami mindössze annyit jelent, hogy a csirke combokat egyszerűen szétszedjük, és szépen szó szerint tépjük. Közben a rizs is elkészült, és még egy utolsó lépés van hátra, ami frissen utolsó percben kerül bele, az pedig a rengeteg zöld fűszer, kapor és petrezselyem. Ezzel is elkeverjük, és már is tálalunk. Ugye látják, hogy tényleg nagyon ízes, különleges a rizs. Erre jöhet rögtön ez a jó kis tépett sült csirke. És még a tetejére persze lehet mindenféle kiegészítőt. Én ezt a ropogós hagymát ezt nagyon ajánlom, és illetve még lehet rá további zöldeket, kaprot, petrezselymet, mindenfélét nyugodtan. Ez is jöhet rá. Úgyhogy ez a főétel, és hogyha emellé szeretnének, akkor például egy jó sima zöld salátát, ugye jó tavaszias, friss, nagyon passzol is hozzá. Ehhez semmi más nem teszek, mint hogy egy teljesen klasszikus kis ecetes, olajos, francia vinegret öntetett keverek pici mézzel, pici olívaolajjal, és ezzel az öntetel akár nyugodtan egyébként egy egész saláta fejet is meg lehet locsolni. Szerintem ez egy igazi családi fogás, ugye ráadásul nagyon kedvező áron jön ki a végén, mellé a saláta, szuper finom, remélem, hogy ki fogják próbálni, jó étvágyat!